Szeretettel köszöntöm az Attila Nagy Király Hotel baráti kör tagjait és filmünk nézőit. Külön szeretettel köszöntöm Deán Sárosi László író urat, filmes személyiséget, mai előadónkat, aki immár másodszor van nálunk. Ma este a második könyvét fogja bemutatni, aminek a címe Három szólamú vers, új magyar verston címen. Nagyon szépen köszönjük, hogy új ismét itt van nálunk, és felkérem, hogy kezdje az előadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Szép estét kívánok, és még egyszer köszönöm a lehetőséget, a meghívást. Ne jegyjen meg senki, igyekszem azért rövid és közérthető lenni. Itt egy verstani könyvről van szó, de abban bízom, abban reménykedem, hogy ez sokakat érdekel. Mivel a verset mindenki olvas, vagy még többen írnak is, és hogy hogyan lehet jól, szépen, ritmikusan elolvasni egy verset, hát az mindig egy nagy kérdés volt, és én úgy vélem, hogy erre tudok valamilyen választ adni. És ez a könyv, meg is mutatom, így itt látszik, egy 512 oldalas, másfél kilós súlyos könyv, de azért nem annyira szakmai, hogy ne értse meg úgymond bárki, aki csak érdeklődik a versek iránt. Mert hogyha valakit nem érdekel mondjuk ez a részletes elméleti rész, hogy akkor hogy is vannak a hangsúlyok, hogy van a tagulás, attól még megnézhet bizonyos verseket, hogy azok hogy szólalnak meg jó ritmikusan. Benne van a himnusznak az olvasata, benne van ugye már a címoldalon is Vörös Marti Mihály zalánfutása eposzának az első sora, és benne ugye az első ének elejének az elemzése. És így a magyar klasszikus versek krémje, legszebbjei itt vannak tényleg az Ómagyar Mária Siralomtól egészen így a 20. század közepéig végéig, még egy kányádi vers is van benne, és akit egy bizonyos konkrét vers érdekel, annak is megnézheti, hogy hogy van az olvasata, illetve elsőként ez a könyv tartalmaz egy hangzó példatárat. Ez azt jelenti, hogy 66 klasszikus magyar verset az én ritmikus, metrikus elképzeléseim alapján neves gyakorlat színészek közre működésével rögzítettünk az Országos Széchenyi Könyvtár hangstúdiójában. Ezeket szépen vers videókká formáltuk, tehát hogy a szövegnek a tagolása is olvasható, látható legyen párhuzamosan ugye a hangzó anyaggal. Így, és ez egy 3 órányi anyag, tehát a 66 vers szépen így előadva, 3 órányi, és ezt pusztán esztétikai élvezetből is meg lehet hallgatni, tehát nem csak azért, hogyha valaki ma akarja tanulni, hogy hogy lehetne szépen elmondani egy Petőfi verset, mondjuk a szeptember végén, vagy a nemzeti dalt, ilyen ritmikus tagolással, hanem egyszerűen csak meghallgatná, annak is szól. Na és akkor hát azért röviden összegzem, hogy melyek ennek a könyvnek az előzményei és a szakmai újításai, és egy kicsit részletesebben ismertetem azt a úgynevezett dallam hangsúlyt, ami segít abban, hogy a ritmust és az értelmi tagolást egyszerre érvényesítsük, és a legvégén pedig néhány verset, vagy hosszabb vers részletet, az a hosszabb úgy értendő, hogy az is maximum 1 perc, de az mondjuk egy oldalnyi, felolvasok ilyen tagolással, hogy szemléltessem is, mert ugye a puding próbálja az evést, tehát hogyha nem próbáljuk ki, hogy hogy szól valójában, akkor annak semmi értelme, mert amit leírunk, az a papíron lehet akármi, ugye? A lényeg az, hogy Kányádi Sándor, ugye őt szokták idézni, hogy azt mondta, hogy a vers az, amit mondani kell. Tehát a verset meg kell szólaltatni, amíg nem szólal meg, ameddig papíron, addig bármi lehet ott, mert nem ütközik, ugye? Na, hát akkor ez a borítója itt látszik, erre majd aztán visszatérek, hogy mi található ezen a borítón, és miért pont ez a... Én már most földobom ugye a lehetőséget, hogy minek nevezzem el. Ezt én elneveztem ilyen fűrészfogábrának, tájkép, hegyek, csúcsokkal, és elneveztem csillagösvénynek is, mivel ugye Árpád vezérről van szó ebben az eposzban. Na de akkor az előzmények.
A Vestannal már körülbelül 20 éve foglalkozom, és vestani írásaim azok először a Hazanéző című Sóvidéki Irodalmi Labban jelentek meg, több is, tehát nem csak ilyen metrikai kérdésekről, hanem olyan is, hogy mint például a gyermekvers tipológiája, egyes elemzések. Akkor itt látható egy másik kiadvány, ez egy konferencia kötet, az Arany János emlékév kapcsán a Széchenyi Könyvtárban tartottak egy konferenciát, és ott én is előadtam, és az én előadásom címe, ami ebben a könyvben meg is jelent, a magyar verselés Arany János szerint és ma. Akkor ennek a dalomhangsúly elméletnek, tagolásnak és hangsúlyozásnak az alapjai egy rövidített formában, tényleg ilyen pár oldalban megjelentek a Magyar Óra című pedagógiai folyóiratban, ezt remélhetőleg és úgy tudom magyar tanárok olvassák főleg, tehát bízom abban, hogy hozzájuk már eljutott a hír, hogy van ilyen, és akkor olvassák és hallgatják. A dalomhangsúlyra az első előadásom egy konferencián az Egerben volt, és ez pedig a konferencia anyagából készült kötetnek a címlapja. Hát ugye jel elmélettel, szemiotikával foglalkozik mindig ez a konferencia, és ennek a tematikája éppen bele, vagy a tematikájába éppen beleillett, mert ez is egy jelrendszer volt, és ott különböző jelrendszereket mutattunk be éppen ebben az évben, mindig változik. Két éve például színház szemiotika volt, és úgy tudom idén film szemiotika lesz, ami az egyik túltatási területem szintén. Na akkor kicsit gyorsabban, hogy nem ragadok le annyira a publikációt, mégis az előzményeket valahogy említsük meg, hogy honnan jutottunk el eddig a könyvig, ezt olyan körülbelül 20 év munkája, amíg összeállítottam, aztán megírni, az egy más kérdés, az nem volt olyan nagyon hosszú idő, de a kutatás, a gyakorlás, ahogy eljutottam, hogy ezt meg kell írni, az hosszú idő volt. A többi tanulmányok a Magyar Nyelvőr című folyóiratban jelentek meg, ez ahogy látszik a kivetítőn is, az a legrégebbi hazai nyelvészeti tudományos lap. Jelent meg például egy fejezet az írverselésről, ami benne van a függelékben, vagy nem is függelék, hanem 11. fejezetként a könyvben, az irodalmi jelentben. És akkor itt még fölvillantok egy-két reflexiót már, ugye mert ez 2023, tehát tavaly május 19-én jelent meg, és azóta napvilágot látott már néhány recenzió. Itt például Kovács István költő írt róla recenziót, és az is megjelent az irodalmi jelenben. Bemutatója a könyvnek és a példatárnak az Országos Széchenyi Könyvtárban volt, és a bemutatóra meghívtuk Balázs Géza nyelvész professzort, ő ismertette, és ő meg is jelentette ennek az ismertetőjének egy kivonatát a Helyőrség című folyóiratban. A Mandinerben pedig Csontos Márta irodalomtörténész írt egy nagyon részletes, terjedelmes ismertetőt. Érdemes valamelyikre rákattintani, mert ezek interneten ingyenesen elérhetők, ez a cikkek. Ugye a Mandiner is, a irodalmi jelen, de a Magyar Nyelvőr is. És a Magyar Nyelvőrben pedig megjelent Adamik Tamás klasszika filológus professzor recenzió, ez az egyik legrészletesebb, és ez úgy nagyon is jól ismerteti is a könyvet, a módszert. Na akkor most következik az, hogy elmondom így néhány vázlatpontban, hogy nagyjából miről szól a könyv, mert ez egy verstan, tehát a verstannak minden lényeges fejezetét igyekeztem tárgyalni, és mindegyikhez van történeti áttekintés, illetve van újítás. Tehát amióta van verstani gondolkodás, vagy verstani szakirodalom, hát ezt ugye az 1800-as évek elejétől számoljuk, mert akkor írta meg Földi János, ugye az első kerek verstanát, ő annyit érdemes róla tudni, hogy ő Csokonainak a tanára volt. Ez a könyv nem jelent meg akkor, az 1800-as évek elején, de tudtak róla, Csokonai is olvasta kéziratban, és a 60-as években adták ki, tehát el lehet olvasni. Ez már egy önálló valami volt, tehát a verstan, mint olyan disziplina is, az legalább ugye 220
20 éves, vagy 220, ha még hozzáadjuk ugye ezt a néhány évet, ami eltelt azóta. És akkor a legfontosabbak. Én úgy vélem, hogy a legfontosabb az a dallamhangsúly. Ezt én terjesztettem ki az ereszkedőre, ami az úgy is fogalmazhatnám, hogy én azonosítottam, írtam le a magyar nyelvben és a magyar nyelvben a csak metrikai nyomatékot. Tehát mi van akkor, hogyha értelmileg nincs hangsúly, tehát nem egy szó első szótag, és azt mondom, hogy asztal, vagy mit tudom én, talán, akkor mi van, hogyha második vagy harmadik utolsó szótagra esik a hangsúly, az bántja a fülünket. Na de én azt mondtam, hogy ha azt mélyebben ejtjük, akkor ejthetjük egy kicsit hangosabban is, és azt mondom, hogy legyőzte, ugye a győzt, mert kicsit hangosabban mondom, de ha az le szótagot magasabban ejtem, az lesz az értelmi hangsúly a magasabb okán, mert a magasabb ejtés az erősebb hangsúly. És akkor csak itt megjegyzem zárójelbe, hogy ezt nem én találtam ki, csak továbbfejlesztettem. Ezt a metrikai hangsúlyt mondhatom, hogy én nem találtam föl, hanem azonosítottam a magyar nyelven, mert az a spontán beszédben is benne van. Hát csak elég, ha azt mondjuk, hogy valaki fölemeli a hangját, ugye valamit kihangsúlyoz, akkor magasabban ejti. Valaki elkezd szitkozódni, rögtön fejhangon kezd kiabálni, és akkor lehet sorolni azt, hogy nem csak egyetlen hangsúly létezik, a hangerő, hogy valamit hangosabban mondok, hanem kicsit magasabban ejtek, az is a hangsúly. És erről már 1861-ben írt Fogarasi János, őt ismerik, mint szótárkészítőt, ugye a cucor-fogarasi szótár, ez egy fogalom, mert az egyik legjobb etimológiai szótár, csak nem vették figyelembe az ő tanulmányát, de 100 évvel később tőle teljesen függetlenül, csak ilyen német nyelvészek hatására László Zsigmond írta meg az első dallamhangsúly elméletet, és ez pedig az a címe, hogy ritmus és dallam. És abban László Zsigmond leírta az emelkedőt. Ha egy kicsit magasabban ejtem, akkor az hangsúlyos szótag. De László Zsigmond elakadt a közepén, és nem vette észre, hogy akkor mi van abban az esetben, hogyha szó közepén vagy végén kell hangsúlyt rakni zeneileg, a ritmus szempontjából, hát akkor itt föltette a kezét. Egyébként a László Zsigmond elméletét üdvözölték, nagyon jónak tartották, csak észrevették ezt a hibát is, hogy eljutott félig. Aztán már idős is volt, és nem bocsátkozott vitába, és nem fejlesztette tovább. Na és akkor hát én ugye a 2000-es években, egészen ugye most ha úgy számolom 2023-ig, akkor ezt folytattam, és nem csupán elfogadtam azt, hogy van egy emelkedő, hanem akkor hozzátettem az ereszkedőt, és ezt egy egész rendszerre fejlesztettem, hogy akkor a hangzó versanyagban is minden jelenjen meg, és használható legyen. Na, ez volt a legrészletesebb, de a többit is egy-egy mondatban azért próbálom ismertetni. Ugye a hangsúlyok jelölési rendszere a szövegen, ugye az is egy újítás, például itt már látszott, de még vissza fogom hozni, ugye a fűrészfogábra, tehát egyrészt a szövegen, tehát vastagítás, amit magasabban kell ejteni, azt félkövérrel, amit mélyebben, azt pedig dőlbetűvel, aláhúzással, ami hangosabb, és hát van egy ilyen cikk-cakk ábra, hogy mit magasabban, és ez nagyon szépen szemlélteti, aki meg akarja tanulni, az játsza, meg tudja tanulni a verset ennek a jelölés rendszernek az alapján. Na, a versdikciókat én pontosítottam, mert a szakirodalom ott is egy kicsit elakadt, ugye? Hát akkor én itt az eredményt mondom, inkább én úgy osztottam föl, hogy van versmondás, szavalás, skandálás, recitálás és éneklés. Nem kellhető megjegyni, hogy 5 darab van, mindegyikre egy mondatot mondok, ugye a versmondás az a prózai elmondás. Ez nem rossz a fülünknek egyébként, csak hát ha vers, akkor abban ritmus bele van írva, azt ritmikusan kell megszólaltatni. Ha valaki csak el akar mondani egy szöveget, akkor olvasson fő prózás. Sok szép prózai szöveg is van, tehát nem kötelező verset olvasni. Én azt mondom, hogy aki verset mond, az mondja ritmikusan, tehát ne csak mondja. És akkor ugye utána jön a szavalás. A szavalás az pedig olyan, hogy akkor megpróbál egy-egy ritmust elkapni az ember, de hát ki kiesik belőle. Ez eklektikus, nem túl jó, mert akkor valahogy egy-egy szófoszlányig, egy-egy félversorig szól a ritmus, akkor utána ki kell lépni belőle, beütközik a metrika és az értelmi hangsúly.
És akkor jönnek a patetikus megoldások, a nagy hatásszünetek, nagy dinamikák, és akkor érezzük, hogy ez valahogy idegen a verstől. De a szavalás az a legelterjedtebb vers megszólaltatási mód minden napig, és ez probléma, mert 200 év során, úgy két évszázas során kialakultak rossz szokások. Ja, itt zárójelben azért megjegyzném, hogy miért 200 év során, mert régebb a verset mindig énekelték. Balassi Bálint összes verse még zenére íródott egy-egy bizonyos dallamra. A legtöbbnél még ma is ott van, ugye a kéziratban fönnmaradt, hogy melyik nótára, az csak búbánat nótájára írta, vagy valamelyik másikra. Némelyiknél nem maradt fönn, de azt is tudjuk, hogy dallamra írta, és énekelték. És a legutolsó nagy magyar énekmondó, és mondhatnám trubadur, Pálóczi Horváth Ádám volt, ő 1820-ban hunyt el, ő még énekesköltő volt valójában, de már ő is azért kacsingatott a prózai megszólaltatás felé, aminek az az oka, hogy megjelent ugye a könnyomtatás, az elterjedt nagyon a némaolvasás és a szövegvers. És olyanok is kezdtek írni, olvasni, akik nem voltak hivatásos énekmondók, miközben ez régebb azoknak a dolga volt, akik ezt tanulták. Meg volt egy mesteri tanítványi kapcsolat, és ki kellett úgymond járni azt az iskolát, hogy valaki megtanulja, hogy hogy kell szépen előadni, énekelni ezeket a verseket. De ez még ugye Tinódi Lajos Sebestyén idején, Nagybánkai Mátyás, vagy Vatai Ferenc, hát még említhetnénk, akkor még természetes volt, de aztán ugye azt mondom, azok is elkezdtek írni, akik nem értettek a zenéhez, terjedt a műveltség, jó volt egyébként, jó, hogy terjedt a műveltség, csak a versnek nem használt, mert aztán így kihátráltak a zenéből, és akkor így a ritmus is elveszett igazából. Na és akkor ugye utána jönne a skandálás. Hát erre akkor mondok egy példát, itt felolvasom ezt az első sort, ugye régi dicsőségünk, hol késel az éjjel homályban. De ez a megszólaltatás érvényesíti a ritmust, de rossz hangsúlyokat helyez el. Három rossz szótagra, vagy három olyan szótagra helyez hangsúlyt, ami értelmileg nem hangsúlyos, ez a cső, günk, máj. És akkor itt jön a kérdés, hogy jó ez, de nem jó, tehát valahogy egyesíteni kell az értelmi tagolást, és ezt a zenei ritmust, és ezt egyesíti a recitálás. Idegen szóval neveztük, én nem szerettem volna idegen szóval elnevezni, így nevezik mások is. Ez igazából előadást jelent, csak az előadás magyarul nagyon túl általános jelentésű, és félreértésekre adhat okot. Hát legyen annyi műszó van, miért ne mondhatnánk azt, hogy recitálás, hát az előadást jelent különböző idegen nyelveken, amelyekből átvettük. Na és akkor ez így szólna, hogy régi dicsőségünk hol késel az éjjel homályban. Tehát érvényesítem a daktilikus tagolást, pondaikus tagolást, ritmust, lüktetést, és egyúttal nem teszek erőszakot a nyelven, tehát az értelmi ritmus kiemelések is ott vannak, ahol kell, tehát a szavak elején. Na és akkor az éneklés, erre nem térek ki részletesen, erre utaltam ugye ebben a kis mellékszálban, vagy nem mellékszálban, hanem háttérmagyarázatban, hogy régebb énekelték. Az éneklésnek úgy természetesen több hangsúlyozási és tagolási lehetősége van, mert az énekben eleve megyünk fölfele, lefele, énekelünk, mélyebben ejtünk, magasabban, hosszabb hangokat, rövidebbeket, tehát ott egy jófülű előadó és szerző, zeneszerzőre is gondolok, az ösztönösen tudja érvényesíteni ezeket. Hát például László Zsigmond részletesen kimutatta a Bartók és Kodály megzenésítésében, hogy milyen jól tudják alkalmazni a megzenésítésekben a dallamhangsúly ritmus. Tehát, hogy amit valamit értelmileg ki akarnak hangsúlyozni, az mindig kicsit magasabban szól, egy magasabb hangon, vagy akár még hangismétlés van ilyen szempontból. Na, hát az illesztési alapelvről annyit említenék, hogy nincs olyan vers, amelynek az összes sora és az összes üteme jó, tökéletes lenne abból a szempontból, hogy megegyezzen az értelmi ritmus és a zenei lüktetés. De ezek nem hibásak, mert ilyen nem is létezik, mert ilyen legfőnöbb csak egy-két soros kis mondóka létezik, hogy minden egybeessen, hanem azokat át kell hidalni. És itt jön a következő sor, ugye, hogy van az 50, 70, 50 és 100%-os szabály, ez arra értendő, hogyha a soroknak és az ütemeknek a többségében megegyezik,
akkor a többit át lehet hidalni, mert is statisztikailag így van, hogy halljuk. Az a 70% az nem egy ilyen hasraütésszerűen kiötlött szám, hanem ez egy kerekített, minősített többség. A 67% lenne, ugye, vagy 66,666, és az kerekítve 70-re, ezt használják. Mert hogyha valami minősített többségben van, akkor azt szándékosnak érezzük, és halljuk is a lüktetést. Na és a dallam hangsúly az pedig ki tudja egyenlíteni azokat a részeket, azt a 30%, maximum 30%-ot, amikor nem úgy van, és azt szépen belesimul a többibe. És akkor a vers tipológia, erről azért két mondatot mondok, hogyha megkérdezzünk mondjuk egy általános iskolást, hogy milyen vers formák léte, vagy vers típusok léteznek, milyen versrendszerek, vagy akkor azt mondja, hogy létezik időmértékes és ütemhangsúlyos. És azt mondjuk egy általános iskolástól, vagy egy középiskolástól elfogadhatjuk, már nagyon jó, ha ezeket felismerik, de itt nagyon sok árnyalat van. Hát például csak a magyaros verselés, ugye a hangsúlyos verselés, az legalább 5 féle van, ugye kezdve a metrum előtti szabad verstől, mert ilyen is van kimutatható, akkor van a tagoló vers. Erre mondok egy példát, hogy 1, megérett a megy, 2, csipkebukor vesző, tehát hogy egy ütésre mondunk 1, 2, 3, 4, vagy akár 5 szótagot ugyanannyi idő alatt. Tehát ez a magyaros tagoló vers, innen jön valahonnan a vers. Megőrizték ezeket a népi mondókák, egyes ilyen versikék, és egyes archaikus versek is, meg archaizáló versek. Ilyeneket találunk, ugye az Ómagyar Mária síralom is ilyen tagoló vers szerintem, illetve Arany János is írt ilyeneket, majd Ady Endre például. És a vers tipológiának van egy pontosítás és egy rendszerbe helyezése, mert még Kecskés András is, aki a legnagyobb szakértő a verstannak, nem rakta szerves egységbe, hogy miköze van a tagoló versnek mondjuk az ütem hangsúlyoshoz, mert aztán abból fejlődött ki, hogy állandosultak a szótagszámok, az lett ütemező, aztán szótagszámláló, és akkor elkezdett felbomolni ismét a szabad versig. Ez is egy tipológia, illetve ugye az időmértékes verseknél is ugyanez a tipológia megvan, de azt most nem részletezem. Amiben új, hogy 100-nál is több elemzett vers van benne, vagy teljes vers, vagy hosszabb versrészlet, és akkor azoknak a többsége megszólal a példatárban, tehát a példatár nem teljesen azonos a szöveggel, mert ez is benne van a példatár szövege ebben a könyvben, van egy átfedés, tehát körülbelül 100 vers van az elméleti részben, és 66 vers a példatárban, és van némi átfedés, ami mind a kettőben van, és a színészek megszólaltatják. És akkor, hát ezt azért elmondom egy mondatban, hogy a magyar időmértékes vers zenei újragondolás, ez arról szól, hogy nem csak elfogadjuk, hogy mondjuk egy szaffói sor az áll egy troheusból, egy spondeusból, egy félbemetszett daktilusból és újabb két troheusból, tehát hogy táti, tátá, tátiti, táti, táti. Honnan jön ez? Honnan jön, hogy ez az egész egy ilyen ereszkedő sorfajta volt, hogy táti, 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 táti. Aminek a közepét kicserélték ugye egy másik ereszkedős verslábra, a tátitire, akkor úgy lehet, hogy táti, 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 és akkor már rögtön tagolva van, kupolás, tudjuk, hogy hol a közepe, ott egy metszetet is elhelyeztek, egy kis levegővételt, akkor úgy megbolondították a sort, ezt még ugye az antikvitásban, hogy a második verslába spondeus lesz, és akkor egy ilyen szinkópa hangsúlyeltolódás van, hogy táti, 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 és mindjárt izgalmas ritmus jön ki belőle, miközben csak egy ereszkedő sorról van szó. És ezt a magyarázatot, ezt én nem találtam egyik verstammal se, hogy ez ilyen zenei eredetű lenne, már pedig az időmértékes vers, az a görög is, amit, és a latin, amiből tanultuk mi, vagy átvettük, de a magyar nyelvbe ugyanúgy kifejlődhetett volna, az zenei eredetű ilyen szempontból. És a rímnek sem volt eddig pontos meghatározása, illetve hogy valami lényegeset mondjanak róla, és én hogyha csak egyet, ez is egy hosszú fejezet a könyvben, de annyit mondanék róla, hogy a rím a nagyon erős hasonlóság és nagyon erős különbözőség együttese. És akkor ezt hosszan ki van mondva, hogy miért így van, és szerintem így van, mert akkor izgalmas egy vers, hogyha nagyon erős hasonlóság van, és nagyon erős különbség. Ha azt mondom, hogy ház és száz, ugye akkor a ház az egy tárgy, a száz az pedig egy számnév,
és eléggé különböznek. Viszont a hangzásuk nagyon nemhogy hasonlít, hanem azonos, ugye a két, a magánhangzó és az utolsó más hangzó áz, ház, száz. És ezért erősnek érezzük a kapcsolatot. De erős a különbség is, mert egészen más dologról van szó. Na akkor egy fejezet, a 11. fejezet szór az ír, középkori ír verselésről, és ez azért érdekes számunkra, egy fejezetet megért, hogy itt legyen benne, mert az ír is hasonló nyelv, egy kicsit, mint a magyar, tehát nem közeli rokona, de egy-két hasonlóságot azért mondok. Például ott is mindig a szavak elején van a hangsúly, élhangsúlyos. Ugyan a szavak többnyire rövidebbek, tehát ez egy kicsit más is, meg van ezek az előjárós rész, hogy sok kis különálló szó van, de mégis ugye hasonlít, illetve az íreknek van egy nagyon szép hangsúlyos verselésük, amit kodifikáltak is, tehát már a középkortól kezdve, tehát így talán a 12. századtól kezdve fönnmaradtak verstanok, egy tanköltemények is. Itt például bemutatok egy tanköltemét, egy 14 versből álló tanköltemét, és ez miért érdekes, hogy mit tanulhatunk tőlük, mert hogyha eltanultuk a rómaiaktól, a görögöktől az időmértékes verselést, akkor ezeket a hangsúlyos fogásokat, amik az írekre, az ír versekre jellemzők, azokat is alkalmazhatjuk. Mennyire érdekesebb lett volna, ha mondjuk Arany János a velszi bárdokat nem egy skót, tehát angol strófában írja meg, hanem mondjuk egy bárd strófában, tehát a keltáknak a strófájában, hát az angolok ők leigázták, ugye, üldözték a szegény velszieket, és erről szól a velszi bárdok, ugye, hogy nem fellázadnak, nem akarják dicsőíteni a hódító királyt. Na, tehát létezik például bárd strófa. A bárd azért bárd strófa, mert akkor léteztek ilyen költők, ilyen előadók, olyan előadó költők, akik többnyire inkább énekelték a verseket, de bizonyos egyszerűbb formákban írhattak. És ez milyen érdekes, hogy ők írhattak egyszerűbb formákban, nem akármikben. Volt olyan, amiben csak mondjuk a Fili, a főköltő írhatott, aki megírta mondjuk a dinasztia történetét. Na, és akkor, hát ezt már említettem, de az itt kihangsúlyozom, ugye, hogy először fordul elő, tehát mennyi verstani könyv jelent meg 1800-as évek óta napjainkig, és legalább 120 éve, vagy még régebb óta létezik hangfelvétel, és egyiknek sem volt hangzó példatár melléklete, hogy igazából hogy kell elolvasni, mert a nyelvészek szépen leírják, vagy az irodalomtörténészek, hogy hogy gondolják ezt, hogy hogy kell elolvasni, na de a gyakorlatban vajon működik-e? Sokszor nem működik. Na és a legvégén van egy 30 oldalas, én mondjuk úgy, hogy mini enciklopédia, de azt is mondhatnám szerénye, hogy fogalommagyarázat. Ez azért jó szerintem, mert elég sok régi, tehát érvényes és újított fogalmat használok a könyvben, és akkor ott vissza lehet nézni. Vissza lehet nézni, hogy mi az illesztési alapelv, vagy mi a szavalás, ugye, vagy mi az alkajoszi sor vagy strófa, és akkor részletesen kíváncsi, akkor megnézi a tartalomjegyzéket, és akkor ott van több oldalban példával, de ott van pár sorban is, és ez az volt a visszajelzés, hogy ez általában jó volt. Eddig volt a keményebb vagy szakmaibb része, most egy kicsit inkább példákkal mutatnám be a többi részét, hogy miről szól. Ugye ez a dallam hangsúlyozás, ez az ábra itt, ahogy mutatja, ez az egésznek az alfája és az omegája, tehát így néz ki egy szépen előadott verssor. Sőt, ugye ezt közben jöttem rá, a prózában is tudjuk ezt alkalmazni, és érdemes alkalmazni. És nem kell meglepődni, hogy ilyen cikk-cakk, mert mi eleve így dallamosan beszélünk. Ugye, hogyha azt mondom, hogy kihagyom a mással hangzókat, azt mondom, E-I-I-Ö-E-I-O-E-E-A-E-I-O-A-A. Rájövünk, hogy szinte nincs két szótag ugyanazon a hangmagasságon, mert ugye ezek a hangszín különbségek, hogy O, I, A, azok mind valamilyen más frekvencián, más rezgésszámon képződnek, tehát így néz ki eleve egy beszéd, ahogy itt le van rajzolva. Na, de ezeket lehet egy picit módosítani úgy, hogy ha az O-t egy kicsit magasabban ejtem, az E-t mélyebben az I-t, akkor vagy hangsúlyt képez, értelmi hangsúlyt, vagy egy metrikai hangsúlyt,
És így jön ki ez a szép ábra, hogy egyszerre legyen értelmileg is tagolt, és egyszer legyen metrikailag is. Ugye ezek a fényesebb csillagok a csillagösvényen, azok az erőt képviselik, a hangerőt, hogy régi, ugye, csőség, güng. De hogyha mélyebben ejtem a csőt, akkor például az már nem lesz bántó a fülnek, mert régi dicsőségünk, hol késel az éjjel homályban. Például hol, az az egész sornak a kiemelt csúcspontja, de mégis halk. És hiába halk, ha magasabban ejtem, mégis az lesz a főhangsúly az egész sorban. És ezt ma elmondom még egyszer, régi dicsőségünk, hol késel az éjjel homályban. És ez lenne ugye az egész lényege. És akkor még azt gyorsan elmondom, hogy ne felejtsem el, hogy miért érvényes ez a prózára is, szerintem. Azért, mert a prózában, vagy a, hogy is mondjam, a prózai szöveg megszólaltatása közben is ugye kell differenciálni a hangsúlyokat. Ha azt mondom, hogy van egy szókapcsolat, mondjuk egy jelző és egy jelzett szó, azt mondom, régi dicsőség. Ezt kétféleképpen tudom jól tagolni. Egyszer azt mondom, hogy régi dicsőség, ilyen monotonon, ugye csak egyetlen hangsúlyt teszek a legelejére. De az, ha monoton, egyhangú, az nem olyan jó, régi dicsőség. És akkor erre azt mondja valaki, hogy hát nem elég tagolt, mert én színész vagyok, vagy rádióbemondó, hát akkor itt teszek mindenhol hangsúlyt. Régi dicsőségünk, hol, késel, az, éjj. És akkor ez meg átesünk a ló túloldalára, és túl darabos lesz, de akkor ilyenkor jövök én is azt mondom, hogy igen, mindenhova kell hangsúly, de a szószerkezeti hangsúly az legyen egy hangerővel megtámogatott, és még ugye magasabb is. A másodlagos hangsúly, például a dicsőség, az is egy csúcs az előző, meg utána a következőhöz képes, de nem magasabb. Csak azt mondom, nem azt mondom, hogy régi dicsőségünk, hanem régi dicsőségünk. És a magassággal jelzem azt, hogy a szószerkezetben még a fő hangsúly a régi, és nem a dicsőség. És ez legfinomabban, legtisztábban, legszebben ugye a dallamhangsúlyozással érhető el, és hogyha rádióbemondó nagyon gyorsan akar beszélni, és mégis tagoltan, akkor szerintem ezt alkalmazza. És még csak annyit tennék hozzá, hogy ezt nem kell úgymond ráerőltetni az emberekre, hogy akkor kimegyünk, és holnap akkor így beszélünk, hanem egyrészt ez természetesen megvan bennünk, csak meg kell figyelnünk. Tehát a spontán beszédben is megvan ez. Másrészt, ha megtanulunk néhány verset így, ugye konkrétan, akkor az beépülhet a spontán beszédbe. Tehát nem úgy kell, hogy akkor jön a tanár, és akkor nem így mondtad, tenyeres. Nem. Két-három verset megtanul az ember így, és utána ösztönösen. De egyébként benne van, csak nem használjuk pontról pontra az összes, a mondat összes szótagjára ezt tudatosan. És akkor itt jön az, hogy ugye a spontán beszéd, olvastam egy ilyen könyvet, ugye ez a Fóna Gyiván fonetikus írta, aki behívott 10 olyan embert, akik nem tanultak verstan nyelvészetet, és felolvastatta Petőfi Sándor híres versének, a szeptember végénnek az első versszakát, és lejegyeztette ennek a dallammenetét, mert ugye a prózának is, hogyha prózaian szólaltatunk meg valamit, annak is van dallammenete. És egyöntetően így olvasták fel. Tehát az ösztönös versolvasó, az, aki nem tanult ilyen verstant, hogy akkor hoppá, ott van az ütem, egy ütem, kettő, nem. Az így olvasta föl. Csak egy-két tanúságot mondok. Ugye a verstan szakértők azt mondják, hogy ez így, úgy kezdődik, hogy még nyílnak a vörös. Nem. A még az csak egy módosító szó, azt mélyebben ejtjük. És itt is mélyebben ejtik. Ugye? És ráadásul ugye gerendázatban is kiderül, hogy azt leválasztják a sortól. A sor igazából a nyílnakkal kezdődik. Tehát ez is bizonyíték a dallam hangsúlyra, hogy az ösztönös nyelvhasználó is tudja. Csak egy kicsit, ez olyan, mint a folyószabályozás, hogy jó irányba mennek a folyók, csak néha le kell vágni egy kanyart, lecsapolni egy mocsarat, és aztán minden rendben van. Ez a verstan dolga is ez, hogy nem az az én célom, és aki ezzel foglalkozik, hogy visszavezessük a folyót a hegyekbe, hanem kicsit az irányát a természetes jelenségek alapján megváltoztassuk. És akkor hogy lehet? Ugye itt jeleztem is, hogy a Szuromi Lajos az egyik legnagyobb verstan szakértő, irodalomtörténész, így tagolta volna, még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Tehát azt mondta, hogy anapesztikus. Hát nem. Ez daktilikus felütése, még nyílnak a völgyben a kerti virágok. És így szól a fülünknek természetesen, és még a ritmus is érvényesül. Következő,
ugye, akkor erről már volt szó, tehát ezt részletesen erre nem térek ki, ugye itt elmondtam, hogy mi a versmondás, ez a prózai, van a szavalás, van a skandálás, az amikor a skandálás, amikor ráerőltetjük ugye a ritmus, de az értelmi tagolásra nem figyelünk, és van lenne az előadás, ez az egyetlen autentikus megszólaltatása a versnek, az éneklés mellett, ami a hagyományos és historikus és jó. És akkor még egy példát az ugye az előadásra, itt akkor ezt el is olvasom, ezt az első versszakot, és remélem, hogy tetszeni fog a fülüknek is jó lesz, tehát ez a Petőfi Sándor szeptember végén az első versszak, még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot? Már hót akar rá el a bérci tetőt. És akkor még azt mondják, hogy mi ebben az új, mi van ebben föltalálva? Hát az, hogy én még nem hallottam ezt jól elmondani így, hogy már lehet, hogy nem ilyen szépen, mert vagy ez sokkal szebb hangszínnel, igen, meg esetleg nagyon művészi átéléssel, az rendben, de a hangsúlyozás, mert még a legnagyobbak is, most éppen nem mondom a neveket, hogy nehogy megkövezzenek, érted, a legnagyobb színészek is úgy mondják, az egyik úgy, hogy kerti virágok, miközben a kerti a fontosabb hangsúly, mindig a jelző azt, amiket hangosabban és magasabban ejteni, a másik pedig úgy, hogy kerti virágok. Hát nem. Itt a kettőt egyesíteni ki, úgyhogy kerti virágok, és akkor a dallamhangsúly adja meg a kerti virágok, ez adja meg a szép rajzolatát, a ritmus is érvényesül, és az értelmi tagolás is. A következő, és akkor arra nem jöttek rá egyébként, hogy ez egy konkrét versfajta, tehát ez nem anapestus, hanem ez úgynevezett alkmani daktilus, ez egy alkman nevű költőhöz kötik, aki kitalálta ugye a hexameter után a daktilikus tetramettert, hogy lírai szövegeket is írjanak bennem, a hexameter túl hosszú sor volt, az ilyen epikus elbeszélő, és akkor ilyen négy ütemű, négy verslábból álló sorokba írták, és abban pedig le van írva szépen, hogy ott lehet az első szótak felütés, lehetnek csonkasorok, tehát hogy nem ismerték föl. És ez azért izgalmas, mert hogy ugye szintén alkmani sorban van már Április Lajosnak a Március című verse, és ezt is félre magyarázzák, mert ezt itt is azt mondják, hogy itt valami jambikus sorra ütemmel kezdődik, és úgy olvasnák fel, a nap tüzel át, oda fűrge diákot, mindenféle rossz tagolással, illetve a skandálásra, a nap tüzel át, oda fűrge diákot, hát ez elviselhetetlen, de a ritmikus és az értelmi tagolást össze lehet békíteni. És ennél az egynél megadtam a teljes versnek a rajzolatát. Ugye itt az látszik. Ja igen, nagyon az látszik. Tehát, hogy így néz ki, ahogy ugye a könyvborítón is a Zalánfutása első sora, és akkor, ha megengedik, elolvasom azt a két sort. A nap tüzel átad a fürge diákat, a hegyre kicsalta, a csúcsra kiált, csengve, nevetve, kibudjon a kedves, egy őse hújét a fénybe kiált. Hát nyugodtan mondják meg, hogyha hallottak rossz hangsúlyozást, vagy ha nem érvényesült a szép daktilikus lüktetés. Ebbe beleírta Április Lajos, én ugye Parajdon születtem, tehát nekem földim, ő nagyon értette a versformákat, és beleírta azt is, hogy daktilus. Erre a Szuromi Lajos, a nagy tudós azt mondta, hogy Április téved, mert ez akkor is anapestus. Hát Április nem tévedett, mert nagyon jó füle volt, ez alkmani daktilikus tektrameter, és ez egy csodálatosan szép zenei vers, ezt így lehet elolvasni, meg lehet hallgatni a példatárban, egy hölgy, egy színész hallgató recitálja el. Na és akkor hát itt még csak egy pillanatig fölvillantva azt, hogy néz ki ez az egész dallamhangsúly, ez az alfája és omegája, ilyen szépen fűrészfogábra is csillagösmény szerint kell haladni, és akkor nem tévedünk el. Akkor most egy nagyon röviden szólnék egy-két szót, hogy hogy jött létre ez a projekt. Azt már említettem talán, hogy ugye körülbelül 20 év munkája van benne. Hát mióta elkezdtem, 2002-ben kezdtem el a bölcsészszakot, akkor végeztem el a magyar film és tanári egyben bölcsész szakot, és azóta foglalkozom ugye ezzel a könyvvel, és
azóta állt össze ennek az anyaga. És ennek a könyvnek és a példatárnak a megjelentetésében segített ez most már ugye kulturális és innovációs minisztérium, ők fizették ki a nyomdaköltséget, a színészeknek a honoráriumát, az Üveghegy kiadó adta ki, és a hangfelvételek pedig az Országos Széchenyi Könyvtár hangstúdiójában készültek. Én ott dolgozok, ott vagyok tudományos munkatárs, és a kollégám Solymos Jákos hangmérnökkel együtt vettük föl, és hát együttműködő partnerek még ugye a Magyarság kötött, illetve a Színház és Filmművészeti Egyetem. Az egyetem úgy kerül a képbe, hogy onnan jött 6 másodéves hallgató, és ők segítettek ezekben a hangfelvételekben. Itt a teljesség kedvéért ugye csak egy fölvillantás, hogy ilyen munkatársak segítettek nekem, volt akik ugye a hangversek vagy ezeket a versvideókat készítették el, ugyanott dolgoznak, ahol én a történeti fénykép és interjútárban, ő a hangmérnök, Solymosi Ákos, és itt vannak azért, egy-egy mondatot, ha megengedik, mondok a közreműködő színészekről, csak a... Azért, hogy igen, kik vettek részt, ugye Dánielfi Gergely, egy fiatal énekes egyébként, ugye tehetségkutató nyert, nagyon sikeres, és reméljük, hogy még sikeresebb lesz. Ő elrecitált nekem 2 verset, az egyik az például egy Csokonai. Dóci Péter, ő évtizedek óta foglalkozik versekkel, tehát úgy, hogy versszínházi előadásokat tart, járja tényleg az országot, de Erdélyt is egészen Amerikáig vitte az ő műsorait, tehát ő nagy vers előadó művész, egy származás egyébként, ha már itt egymás közt vagyunk. Havas Judit pedig Artisius díjas előadó művész, és ő egyetemi szinten tanítja még most is a művészi beszédet. Tehát ha neki tetszik, akkor gondolom valami csak van benne, valami. Jancsik Csaba, ő is évtizedek óta egy komoly színész, ő énekes színész is, tehát operettekben is fellép. Jónás Gabriella, őt itt lehet, hogy kevésbé ismerik, mert ő ugyan itt született már Budapesten, de Délvidékre ment férjhez, és ott futott be színészi karriert, és aztán a férje halála után jött vissza Magyarországra, de ő ott az újvidéki művészképzőben, ő tanította a művészi beszédet, tehát nem kis emberek álltak mellé. Lázár Balázs, ő is versműsorokkal szerepel mindenhol, az Írószövetségnek a rendezvényén számos versműsort ő ad elő a feleségével, és tanít a Színművészeti Egyetemen is dramaturgiát. Lázár Csaba színművész pedig a Katolikus Rádiónak a fő bemondója. Simon Péter, ő valami 50 éve végzett a színművészetén, ő sokáig színész volt, aztán pályát változtatott, de még nemrég is pár éve is jelentek meg közreműködésével, ugye hangfelvételek, videók, és nagyon-nagyon szépen adja elő a József Attila verseket, Babics verseket, stb. Szemerédi Bernadett, egy fiatal délvidéki színésznő, és mivel zenélés nagyon könnyen megtanulta ezt, és az egyik legjobban sikerült felvétel együttes, az hozzákötődik, Széplaki Géza, ő pedig ide anyaországi, az ő férje. És akkor itt van 6 ugye színész hallgató a Színművészeti Egyetemről, Kisbé Attila és Rátóti Zoltán osztályából, és nagyon ügyesen megoldották ők is, hallgassák meg. Akkor itt most csak azt mutatom be, hogy hogyan érhető, tehát a könyv, ugye az tartalmazza az elméletet, a példatárat és ugye az elemzéseket, de ez a 66 vers, ez meghallgatható ingyenesen az interneten is, 2 helyen. Az egyik, az Országos Széchenyi Könyvtárnak egy ilyen YouTube lejátszási listája, itt videósított formában annak a versek, itt van a 66 vers, így néz ki, rá lehet bármelyikre kattintani, és akkor lejátsza. És itt oldalt kiemeltem ezt a QR kódot, ez azért fontos, mert hogy telefonnal is rá lehet menni, ugye a könyvben benne van ez a QR kód, és akkor rögtön megjelenik ez a lista, és akkor mi érdekel, nemzeti dal, rákattintok, meghallgatom, megnézem. És a következő, ja igen, itt még ez a saját honlapomon is elérhető, itt úgy érhető el, itt csak a hangfájlok érhetők el, tehát meghallgathatók, illetve nem videósított, hanem a szövegek azok egy ilyen képfájlként kinagyíthatók, és akkor
elindítom a lejátszást, és rákattintok a képre, és akkor ott van szépen a hangsúly és tagolás jelölése, tehát azt is meg tudom nézni közben. És ott van annak is a jelölése, illetve a QR kódja. Na, akkor végezetül, hogy ugye gyakorlat is legyen, tehát szemléltetve, egy-egy rövid példát azért már mondtam, de akkor néhány verset vagy részletet elolvasok ebben a felfogásban, és abban bízom, hogy ez elég kedvet csinál a kedves jelenlévőknek, illetve a videót megtekintőknek, meghallgatóknak ahhoz, hogy rákeressenek erre az itt bemutatott hangzó példatára, meghallgatják ezt a 66 klasszikus magyar verset a jeles magyar színészek előadásában. Hát mindenhová nem hívhatom el a színész barátaimat, így magam vállalkozom erre. Remélem, hogy azért sikerül valamit visszaadni abból a hangzásból, amit ők még művészi átéléssel is meg tudtak toldani. Na hát az egyik, az pedig Vörös Marti Mihály Zalán futása, első ének részlet, és ez hexameterben van. Itt annyit említeni meg csak előzetesen, hogy lehet, hogy kicsit furcsán fog hangzani az elején, de ugye a Vörös Marti idején ezt 1825-ben írta, akkor még hosszan és hangsúlyosan ejtették a névelőt. Azt mondja, hogy például itt volt, és a mutató némást is, hogy aki, ugye, illetve és a búsfeledés kaszorult le, igen, akkor még hosszan ejtették, mert Balassi idején még nem is volt két névelő, csak egy volt, az volt. Vitézek, mi lehet, ugye? Tehát, hogy az széles földfele, tehát ott még csak egy volt, az volt. Azaz ezé, az lekopott, de megmaradt hosszúnak, és itt még hosszan ejtették, akkor jön ki a ritmus, tehát kicsit nehéz így megtanulni, de hozzá lehet szokni, ez a historikus előadásmód, ezt ha így írták, így kell megszólaltatni, és ekkor szólal meg. Tehát, régi dicsőségünk hol késel az éji homályban? Századok ültenek este alattok, mélyen enyésző, fénnyel jársz egyedül. Rajtad sűrű fellegek és a bús feledékenység koszorútlan alakja lebegnek. Hol vagyon a kimerész ajakát hadidalna keresztvén, a riadó vakmélységet fölverje szavával, s késő százak után méltán láttassa vezérlő, párducos Árpádot s hadrontó népe hatalmát. És akkor ez csak így egy oldalnyi volt belőle, Szép Laki Géza 31 sort recitál el a hangzó példatárban. A következő, ez is egy hexameter, csak az, hogy mondjak el egy saját verset is, ez a Libás Matyi szatirikus eposzomból van, az első levonásból részlet. Élt Döbrögben egy úr nép nyúzó bíraja féle. Más égövről jött, azt mondják egykor az őse. Jól pödrötte a bajszát, apja az ük, meg a szép is, míg olybá nem lett, mint farka a mangalicának. Nem választották őket, sem a nép, sem a rendek, és nem kaptak pallos jogot érdemükért Budapestről. Döbrögi minden hájjal megkent, több neve is volt. Már emberfeledéstől itt bitorolt a hatalmát, úgy ideiglenesen, míg el nem múlik a válság. Ígérvén választást, majd szabadon csupa jólét. Említették, mint föld és marhák nagyurát is, rászolgált a nevére, mivel volt állat a földje, kincsei vára körül szolgálja ezer smulatója. Ez is csak egy részlet, ugye, 432 sorból áll, ez körülbelül 10-valahány sor volt az elejéből. Na, akkor a következő, a jambus. Hát ez a legproblémásabb a magyar nyelvben, mert időmértékesen emelkedő, a magyar nyelv pedig ereszkedő. Tehát azt jelenti, hogy mindig elő van a hangsúly, és utána nem hangsúlyos hangok vannak, szótagok, de nem csak azért ereszkedő, dallamban is ereszkedő. Ismét a Kányadi Sándort idézni, mert nagyon jól ráérzett erre. Ő az egyetlen költő, aki az összes versét tudta kiírni és el tudta mondani, bár nem így recitálva mind, azért sok igazságot tudott. Ő azt mondta, hogy a szoknyát szélét lebbents fel, ne a szavak végét. Tehát ez is jelzi, hogy szépen a magyar ereszkedő, mint ahogy a népdalok is ereszkedők mondat szintjén, sorok szintjén, és
ez kicsit ellentétben áll ezzel az emelkedővel, mert a jambus az titá, titá, titá. Na de a hangsúlyokat másképp is eloszhatjuk. Lehet nyomaték kapcsoló jambus, és lehet nyomaték megosztó jambus. Olyat is mutatok. Ez most éppen nyomaték kapcsoló, ez egy saját vers. Ez olyan, hogy meg lehet oldani egy rövid verset, mondjuk egy ilyen 14 sorosat, de mondjuk egy teljes színművet, vagy egy elbeszélő költeményt azért nem írnék jambusban, az kicsit erőszaktevés a magyar nyelven, mert vagy húzza magával ezt az emelkedőt a hangsúlyokkal is, vagy akkor túl éles lesz ugye az a titá, 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 ilyet is mutatok, sok lesz az ilyen éles ritmus, az azért nem olyan kellemes a fülnek. Na tehát ez a vers az így szól. Tehát Deák Sárosi László, magyar ének, nyomaték kapcsoló jambus. Ha hív nyugatra bóvli csillogás, ha nem csilingel úgy az égi más, miként a szívdobok s a mércesok, ha súlyra térnek át a jambusok, csak álljon ellen úgy a szívverés, hiába nyílt a nyelvben annyi rés, s emelkedő a képlet ám legyen, magyar maradt a dal se szentkegyen, nem árt a súly, ha zeng a dallamív, s csilingel itt belül, ha visszahív, nem esküszöm, nem is fogadkozom, nem ér a gyűlölet, s nem átkozom, az ellenérveket s ki ötli ki, tükörbe nézzen ő, ha kell neki. Egy másik jambust is elolvasok, ez szintén saját, és ugye polemikus, ugye reflektál magára a ritmusra, a versre. Ezt még akkor írtam, amikor nem tudtam, hogy lesz verstan, de ezek a problémák akkor is felmerültek, és akkor most elmondom őszintén, hogy mi vezetett ahhoz, hogy meg kell írni ezt a versenyt. Az, hogy a saját verseimet sem tudtam elolvasni, és a klasszikusokat sem, és ez engem nagyon zavart, mert hogyha szépen megvan írva az a ritmus, mert megírni meg tudják a költők a verset, a régiek is, a maiak is, még azt mondom, hogy a versek 90-95%-a jól van megírva. Szépen ritmikusan el lehet olvasni, csak elolvasni nem tudták, mert nem ismerték a dallamhangsúlyt. Azt hitték, hogy elhitték a nyelvészeknek, hogy egy hangsúly létezik, a hangerő, és akkor minden egyebet eldobtak, mert az énekléstől meg akarták különböztetni ezt az új dikciót, hogy csak előadják, szavalják a verseket. Na és akkor ez is lényegében, hát időmértékes jambus, de ez is a nyomaték kapcsolásra épít, itt sok áthidalás van, de pont arról van szó, hogy amikor hangsúly kerül rá, akkor mindig ereszkedő, és akkor remélem nem bántja a fület, mert nem hat értelmi hangsúlyként. Tehát ez Deák Sárosi László a versről, időmértékes jambus, ja és szonetben. Tünékeny ég a tárgy, nem úgy a forma, tolong feszülve egybe száz szabály, az űrbe vers tanüls, e kockabály, ravasz kivétel ős neveknek orma. Üres maradsz belőle bár zabály, nem oltja szomjadat se jobb a borma. A nyelvbe fejszkel írja, mint a torma, ne véd magad, de önjelölt rab állj. A ritmusában úr az elv a tétel, s az olvasó e érv kenyéren él, kimúlni sok, de élni nem hagy étel, legyen szabad, kötött, te kell lenél, s ha ködbe rögre nem terel kivétel, ravaszdi mérce nélkül is zenél. És akkor ugye a kontrasztként ugye elmondanám azt, hogy a jambus időmértékes, tehát a hangsúlyok azok az időmérték szerint elhelyezkedhetnek úgy is, hogy erősítik ezt a emelkedő lejtést, hogy titá, titá, de elhelyezkednek fordítva is, hogy titá, titá. És Arany János például a verszi bárdokat alapvetően nyomaték megosztó jambusban írta. Hát rögtön itt vannak a példák, ugye király, a lován, ugye ezek fakó, ezek mind ilyen nagyon éles ritmusok, hogy elő van a hangsúly, és rövid, titá, titá. Hogyha nagyon sok lenne ebből, és tényleg tele lenne, az azért fárasztó lenne, és az még fárasztóbb, hogyha megcserélnénk a hangsúlyt, tehát mint egy műsorvezető mondta, és én ezen teljesen ledöbbentem 90-es években, hogy milyen jó, hogy van jambus, mert Arany János is megírta a verszi bárdokat, és az így szól, hogy Edvárd király, angol király léptet fakólován. Hú, hát ilyen nincs, nem? Ez nyomaték megosztó jambus, tehát a hangsúly előre kerül, a mérték, a hosszúság hátulra, és abból lesz ilyen szép és katonás, ahogy ugye ez a verszi bárdok, a lázadóknak a dala szól, és akkor ez így szól, csak az első három verszakot olvasom, tehát az szerintem szemléltetésnek bőven elég.
Edward király, angol király, léptet fakólován. Hadd látom úgymond, mennyit ér a Velszi tartomány. Van-e ott folyó és földje jó, legelőin fű kövér, használt-e a megöntözés a pártos honfivér? S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom, melyet igába hajt. Annyit jegyeznék meg, hogy itt ugye rögtön a második verszakban, ha megnézzük, hogy a van-e ott folyó legelőin, ez az aprózás, ez teljesen szabályos, tehát már az antikvitásban is volt ilyen, hogy a titá helyett tititá, van-e ott folyó legelőin, és ezt nagyon jól tudta Arany János, és így kell ritmizálni. És ezt nagyon szépen elmondta, hallgassák meg Lázár Balázs, a hangzó példatárban, a színművész, aki a színművészeten is tanít dramaturgiát a színésznövendégeknek. Na, még akkor kettő vagy három van, és akkor meg is vagyunk. Legyen, ugye a Székely himnusz. Én a Székely himnuszt ugye persze ismertem, tudtam kívülről, persze nem ezt a változatot, mert van ebből folklorizálódott változat, és átírták. Hát azért tiszteljük meg a szerzőt, hogy az általa legutóbb jóváhagyott változatot mondjuk. Ez 1941-ben a Rózsavölgy és társanál jelent meg Kottával, és ez van, és egy verszak, és így. Tehát nem másképp. És érdekes, hogy ezt még nem elemeztem, nem is tudtam, hogy jambusban van írva, tehát titá, vagy egy rövid, egy hosszú, mert ez nyomaték megosztó jambus, és a hangsúlyok mindig magyarosan az elején vannak. Tehát ugye ki tudja, merre visz, ugye göröngyös. És ez épp ez a nyomaték megosztás adja ennek az egésznek a feszültséget, az érdekességét, és ebből is, ez is mutatja, hogy időmértékes verselés, bármilyen ritmus jó magyarul, csak a hangsúlyt nem szabad módosítani miatt, hanem azt hagyjuk magyarosan, és a kettőnek az jótékony feszültsége megoldja az egészet. És hát ezt nagyon jó füle volt a családinak is, a szövegírónak is, és Mihaliknak, aki aztán megzenésítette. Na tehát, akkor ahogy én gondolom ennek a ritmizálását, ki tudja merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Segíts még egyszer győzelemre néped, Csaba király a csillagösvényen. Maroknyi székely porlik, mint a szikla, népek harcától zajló tengeren, fejünk az ár ezerszer elborítja, ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem. És itt a Miért nem tűnt föl, hogy jambikus, mert ugye annyira magyaros, hogy a metszet, ami helyén van a jambus szerint, tehát az ötödik szótag után, ott pedig szintén hangsúly van és szókezdet, ugye, magyarul, és akkor ez teljesen hangsúlyos verselésnek hangzott. Tehát, hogy milyen csodálatos a magyar nyelv, hogy hangsúlyos, de mégis van egy szép időmértékes ritmus alapta. Na, még két vers van. Ezt egy pályázatra írtam, Szerelem erdő, Tribrakiszat, három rövid szótag és egy spondeus kapcsolata, tititi tátá. Most mindegy, hogy minek nevezzük, ugye az a lényeg, hogy hangzás, lüktetés, tititi tátá. Ez megy végig a időmértékesen, és abban reménykedem, hogy elég változatos lett ahhoz a hangsúlyozás, hogy ezt variálja, tehát ne legyen ilyen szögletes. Szerelem erdő. Dunavirágzás. Repül a kérész, sebesen illan, suhan a vízen, kimerülésig. S zuhan a fényre. Ez a halála. Csodel rajzás, egyedi röpke, ez a tünékeny, picike szépség. Szerelem erdő, szövetel ibben, zizeg előtted, kavarog egyben, pepit a zölden. Neve hiába a Dunavirága, gyökere nincsen, repül a gyórát, s közel a végzet. Csak a petékben marad az élet. Sugara íve, azaz időtlen szírom örökre, ragyog a szemben. Elevenen száll arany ezüst zöld jele örökre, s e puha képnek jele beég a poéta doktus elevenébe. És végezetül a szintén egy saját, és ez azért saját ebből, mert a kritikus lüktetés és
versláb, ugye az a görögöknél nagyon népszerű volt, ez egy krétai tánc, tá-ti-tá-tá-ti-tá-tá-ti-tá. Ez aztán tovább ért, mert a Sicilianóban, meg aztán amit abból fejlődtek ki, úgy tudom, hogy még a keringő is menőt, és a keringő is ebből alakult ki, de mindesetre a Sicilián az a tá-ti-tá-tá-ti-tá, ez a krétai ritmus. A rómaiak nem annyira vették át, de hát ezeket a szép ritmusokat magyarul nagyon jól meg lehet valósítani, akkor miért ne? Úgyhogy ha más nem találtam, akkor egy saját krétikus tánc. Gáz van, ezt írja pár vakriporter, légy nyugodt, nincs már gáz, csak szivárgás. Szócsobogs jó folyékony kenyérként, életet cirkulál áramoltat. Hogyha több lesz a szó, azt ne bánjad, szó, kenyér, egyre mecs, összegüknek ára egy, s szárnyalnak csőbe húzva, napnyugat s napkelet frontja mentén. Hogyha nő mégis egy áramára, környezetszennyezést elkerülve, ájporondra stekert körbe-körbe, cirkuszunk tengelyét vígdalunkra. Küzdj nekünk eszménkért csatlakozva, s hogyha buzgón szaladsz, majd beéred, önmagad s véle is harcra kélhetsz. Lesz belőled megújult feszültség. Hát köszönöm, ennyi lett volna.